És már itt is van a stúdióban Tóth Szabolcs. Szia, Szabi! Hello, sziasztok! Új dalotok nemrég jelent meg, ugye ezt most le is adtuk itt a műsorban. Egy görbe tükröt mutat az áltökéletes világnak, az agyon photoshopolt képeknek, agyon filterezett világnak. Agyon hazudott. Hát igen, ez már egy pár éve azért van szerintem. Hogy jött nektek most ez a gondolat, hogy erről írtok egy számot? Nem tudom, ugye nagyjából egy 12 évvel ezelőtt megcsináltuk a Szervusztok Celebek című dalt, ami akkor a celeb jelenségről szól. Ez a Mindenki ugyanolyan, ez pedig erről nagyjából erről az influencer jelenségről szól. Azt vettük észre, hogy most már annyira elfogadott lett, tehát ezek az ilyen hamis dolgok, tehát amiről ordít, hogy hamis. Nagyon sok fiatal ugye követi ezeket az influencereket, és nincs is baj az influencerekkel, tehát hogy abszolút nem. Azokkal van egy kicsi baj, akik ezt csak a saját exhibicionizmusok kiélhetésére használják fel, tehát ezek a megélhetési influencerek. És ez valahogy így elkezdett minket így picit piszkálni, bosszantani. És akkor akartunk csinálni egy ilyen kőegyszerű dalt, ami hangszerelésébe is, szövegébe is, videóklipjébe is, mindenbe egy ilyen nagyon kicsit ilyen 1.0-ra lemegy, hogy, mert azt vettük észre, hogy az iróniát kezdik nem érteni az emberek. És ez egy picit, ez így megijeszt minket, mert azért 28 évvel jellemző ránk az irónia, az, hogy szeretünk görbetükröt állítani a bizonyos társadalmi problémáknak, ez számunkra egy ilyen társadalmi probléma, aztán majd meglátjuk, hogy ezen ki fog megsértődni nagyon. Hát reméljük, hogy azért szolid lesz a reakció. Igen, mi állunk elébe, tehát, hogy akinek inge magára veszi, akinek meg nem, az meg velünk röhög. Abszolút, és ti vállaljátok is a véleményeteket, meg ahogy említetted, ez így jön azonos, hogy tulajdonképpen ez veletek abszolút klappol. Persze, abszolút, tehát hogy azért mi szeretünk olyan dolgokról beszélni, amit megélünk, ami körbevesz minket. És egy kicsit tudom, azt vettük észre, hogy ezt úgy mindenki látja, mindenki kapizsgálja, mindenkit egy kicsit bosszant, de úgy senki nem mondja. És tehát, hogy ez egy ilyen elharapozó tendencia lesz, ugye a vásárolt követőkkel, a vásárolt lájkokkal, és a másik oldalon pedig azt mondják, hogy nekünk organikusan akkora elérésünk van, hogy hihetetlen, és mennyien szeretnek, hát nem. Hát igen, egyébként nagyon butítja például a Facebook most az eléréseket, tehát hogy néhányan megvédve a hirdetőket, hogy néha azt is kell csinálni, tudatosan, okosan, szépen azt is lehet, de persze értem, amiről beszéltek és írtatok. Ez a közösségi médiában van túl nyomó részt szerint a jelen, vagy van így face-to-face is? De biztos, hogy van valamelyest face-to-face, ez egy jó kérdés, ezzel nem gondolkoztam még el. Abszolút a közösségi média, tehát mindenki szeret egy kicsit ilyen kirakat életet élni. Picit többet mutatni, mint amennyi van. Ezt a való életben nem biztos, hogy meg tudja csinálni, mert valószínű, hogy abban a 42 négyzetméteres lakásba fog hazamenni azzal a 10x éves autóval, és mondjuk nem azokat a ruhákat hordja, amiket egy fotónál kiposztolt. Tehát inkább szerintem a közösségi médiára jellemző. Tehát ez az első olyan platform, bármelyik, ahol más emberekkel tudunk kommunikálni, a fiatalok. Tehát nekem van egy lassan 15 éves gyermekem, ők már úgy kommunikálnak, hogy nem SMS-t írogatnak egymásnak, hanem képeket küldözgetnek. És nem vagyok boomer, de ezt nem igazán tudom felfogni, hogy ebben mi a jó. Tehát a szavak jelentősége
egy kicsit félek attól, hogy a metaforák, a szóképek azok elvesznek. Mert ilyen tényleg mindent 1.0-ra viszünk le, hogy minél egyértelmű üzenetek legyen, ezt is megértem, hiszen 3 másodperc van arra, hogy megtaláljunk, átmenjen egy message, egy üzenet, de azért valahol az irodalmi része azért annak nem kellene, hogy eltűnjön. És ezt a mondani valót, úgymond vizualitással is megtámogattátok, ugye készült egy szuper klip a dalhoz. Hogyan született meg ez a klip, hogyha minden igaz, akkor a mesterséges intelligenciát is segítségül hívtátok. Igen. Az első ötletünk az volt, hogy az egész klipet a mesterséges intelligenciára fogjuk építeni, és csináltunk is belőle több próbát. Tehát az NC arcára például a Brad Pittet rá applikáltuk, és abszolút jól működött az egész. Egy baj volt vele, hogy nagyjából a 22 éves Brad Pitt arca jelent meg, és Marika néni nem biztos, hogy ezt össze tudta volna rakni ezt a történetet, de ha megnézitek a klipbe, van egy ilyen lakásbelső, ahol a háttérben van televíziós és ilyen bemondó emberek, nők és férfiak éneklik a dalt. Na, azok például mesterséges intelligencia generált műsorvezetők, szereplők, nem tudom. Hát köszönjük szépen, Szabi, hogy itt voltál és meséltél a klipről. Azt meg el kell mondani, ugye, hogy szeptemberben lesz egy nagy szimfonikus koncertetek. Igen. Csak egy részlet belőle, tehát nem a teljes, ez csak egy ilyen kis ízelítő lesz. Hát kíváncsian várjuk ezt is. Köszönjük szépen, sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen, köszönjük.